Itt állok a Röszkei tranzitzónánál, ami most egy nyitott befogadó állomásá alakult, és ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire jó döntés volt az Ásotthalmi Önkormányzat részéről, hogy a képviselő testületünk évekkel ezelőtt megakadályoztuk azt, hogy Ásotthalmon is úgynevezett tranzitzónát hozzanak létre a migránsok, a bevándorlók számára, hiszen a magyar kormány jelenleg ezt a mögöttem látható tranzitzónát átalakította egy nyitott befogadó állomásá, ahol afgánokat, afgán csoportokat, családokat helyezett el, de nem csak itt vannak afgánok, viszik őket a Vámosz-szabadi befogadóállomásra, vagy éppen Balassa-gyarmatra, hiszen egyenlőre annyit tudunk, hogy 57 afgán családot, ez több száz főt jelent, már befogadott a magyar kormány, de akár több ezer fősre is duzzadhat az a létszám, amely tájidegen, idegen embereket jelent itt Magyarországon, és Európában, akiknek a helye, még akkor is, hogyha akár háborús menekültek, akkor nyilvánvalóan a térségbeli első biztonságos államban lenne, tehát főként Pakisztánban, ahol nem tájidegen, nem kultúra idegen népnek számít az afgán, különösképpen, hogyha pastú nyelvet beszélő emberekről beszélünk. De hát nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy komoly kérdéseket felvet, hogy az elmúlt évtizedek afganisztáni háborúja során az a magatartás, amit akár Európa, akár a NATO, akár az Amerikai Egyesült Államok tanúsított, annak mi értelme volt, hiszen azt tudjuk, hogy hét magyar katona, hét magyar honvéd halt meg, gyakorlatilag értelmetlenül Afganisztánban, hiszen most az amerikaiak vezetésével a NATO erők egyszerűen feladták Afganisztánt, kivonultak Afganisztánból, átadták a hatalmat annak a tálib rendszernek, akik ellen állítólag harcoltak, és hét magyar katonát értelmetlenül feláldoztak az eddigi balliberális, illetve magát jobboldalinak valló fideszes kormányok, és ennek, mint láthatjuk, nem volt semmi értelme. Azt sem nagyon tudjuk elfogadni, hogy miközben mi minden egyes este, minden egyes éjszaka itt próbáljuk a határt védeni, próbáljuk az itt élő magyar emberek nyugalmát megvédeni, azoktól a, az afgán fiatalemberektől, fiatal fiatalemberektől, fiatal akik betörnek sokszor erőszakkal itt megtámadva a katonákat, rendőröket Magyarország és Európa területére, akik nem akarnak harcolni Afganisztán szabadságáért a tálib rendszer ellen, azok helyett innen küldjünk magyar katonákat, vagy bármilyen európai nép katonáit Afganisztába harcolni az ő szabadságukért. Egyébként mögöttem itt látható most éppen egy autóbusz, és ez az autóbusz többek között akár szállíthatja azokat az afgánokat, akiket itt helyeztek el. Ugyanis azt is megtudtam, bár erről hivatalos tájékoztatást nem adott ki a belügyminisztérium, hogy minden nap két ingyenes buszjáratot is biztosítanak az afgánok számára, akik teljesen szabadon közlekedhetnek Magyarország területén. Ezek a buszjáratok egyébként az itteni bevásárló, szegedi bevásárló központ parkolójába szállítja az afgánokat. Emellett arról is vannak információink, hogy zseppénzt is kapnak, természetesen egyelőre munkát nem végeznek itt az afgánok, illetve azt is vérlázítónak tartjuk, hogy kaptunk olyan értesülést, olyan hírt, nyilván nevüket elhallgató, de egyébként a az állományba tartozó magyar munkatársaktól, akiknek takarítania kellett afgánok után, akik nem tudták a WC-t, a mosdót megfelelően használni. Én azt gondolom, hogy nem a magyaroknak kellene kiszolgálnia az afgánokat. Az afgánoknak kellene megküzdeni a saját országukért, ha pedig nem akarnak megküzdeni a saját országukért, a saját szabadságukért, akkor az azt jelenti, hogy elfogadják a tálib rendszert, akkor legfeljebb gazdasági migránsokról beszélhetünk. Mint hogy azt sem tudom elfogadni, hogy akár a magyar honvédség afganisztáni alakulatai mellett pénzért dolgozó afgánokat kell Magyarországnak befogadnia, hiszen ők nem Magyarországot szolgálták, amikor pénzért munkát vállaltak, hanem a saját anyagi jólétük érdekében vállaltak, akár a magyar. Katonák mellett munkát, tehát még egyszer mondom, ha őket menekültként kell kezelni, akkor Pakisztánban vagy valamelyik szomszédos térségbeli államban van a helyük. Magyarországnak nincs felelőssége, Magyarország túl sokat adott pénzben és életben is már Afganisztánért, az afgánokért, most már ideje az afgánoknak végre a saját ügyükért, a saját országukért küzdeni, ahelyett, hogy minden éjszaka itt sok esetben erőszakosan próbálnak betörni Magyarország területére. Mindemellett a Mi Hazánk mozgalom a magyar kormánytól sokkal részletesebb tájékoztatást követel. Tudni akarjuk azt, hogy hol akarják elhelyezni ezeket az afgánokat, tudni szeretnénk azt, hogy mennyi lehet a felső létszám, tudni szeretnénk azt, hogy például az ilyen röszkei tranzitzónához hasonló helyeket, mikor alakítják át nyílt befogadóállomását, és tudni akarjuk azt, hogy a magyar adófizetők pénzéből hány forintot költenek a befogadott afgánokra, hány forintot adnak nekik akár zseppénzként, vagy akár ingyenes buszjáratra, és tudni akarjuk azt is, hogy hány fő lehet a felső limit, hány afgánt akar befogadni a magyar kormány. És mindeközött pedig hozzátesszük azt, hogy katasztrofálissá kezd válni itt a helyzet a magyar-szerb határon. A 2015-ös állapotokra kezd emlékeztetni a helyzet. Én tegnap éjszaka is kint voltam az ásotthalmi mezőrökkel, és folyamatosan gyakorlatilag 20 percenként kapjuk a hívásokat. Most már nem csak éjszaka, hanem nappal is jönnek a migránsok. Szeretnénk tudni, hogy a magyar kormány mit szeretne végre tenni, hiszen mindeközben azt látjuk, hogy ahogy nőnek a határsértők, számai, ahogy egyre többen próbálnak betörni Magyarországra, aközben a magyar rendőrség létszáma pedig folyamatosan csökken, nem csak a térségben, hanem az egész országban is válaszokat követelünk, határvédelmet, valós biztonságot követelünk a magyar kormánytól és azt is, hogy ne fogadjon be egyetlen egy tájidegen, kultúraidegen, akár konfliktust okozó, migrás se Magyarország területére.